A motor indulásra kész. A betyárruhába öltözött két fiatal körbejárja Európát egy 1985-ös oldalkocsis motoron. Hozzávetőlegesen 4700 kilométert tesznek meg vasparipájukon 19 nap alatt. A két barát tavaly már Oroszországot is megjárta. Tavaly indult ez az egész kezdeményezés, amikor is orosz barátomnak, Igornak ígéretet tettem, hogy meg fogom őt látogatni, és utitársat kerestem, és Arnold barátomat csak úgy tudtam rávenni erre az útra, hogyha motorral megyünk. És ehhez hát úgy döntöttünk, hogy veszünk egy oldalkocsis Java motort. Akkor indult ez az egész kezdeményezés. Egy európai túra önmagában is érdekes vállalkozás, hát még egy közel 30 éves motorral. Reiter Arnold és Takács Roland betyárvirtusból nekivágnak a hosszú útnak. Szeretük volna kicsit a magyarságot, a magyar kultúrát előtérbe hozni, és úgy döntöttünk, hogy mi betyárjelmezben megyünk oda ki. Meg hát egyébként is a Budapest Bamako-nak a nevezési feltételében benne van az, hogy mi egy oldalkocsis motorral betyárjelmezben teljesítjük a távot. A fiúk jövőre indulnak a Budapest Bamako Rallyn, mégpedig Spirit kategóriában. A nevezésüket már el is fogadták. Feltétel, hogy minél olcsóbb, viccesebb és öregebb járművel versenyezzenek.